10-ből egy gyerek szenved nyak- és hátfájdalomtól. Ennek egyik oka az lehet, hogy a modern kor gyermeke túl sok időt tölt a telefon, a számítógép és a táblagép képernyője, kijelzője előtt. Romániában 10-ből 2 gyerek 12 éves koráig már megkapja az első telefonját. A gyerekek 8 éves korukig hetente körülbelül 5 órát használják a készülékeket. Még sertülőkorban már napjában 1-2 órát veszik igénybe a maruk telefont. Így szoktam használni a telefonomat, és 1-2 órát játszok. Vannak azonban olyan gyerekek is, akik tisztában vannak azzal, hogy a mobileszközök órákon át tartó használata nem feltétlenül egészséges. Ha például elrontja a szemedet, akkor meg mi? Elrontja a hátadat, mert így a sok görnyedés miatt, meg a nyakadat. A kutatások azt mutatják, hogy a gyerekek telefonálással mindössze 12 percet töltenek. Az idő hátralévő részében játszanak és az internetet használják. Ez alatt a fejlefele néző pozícióban van, emiatt nyak és hát problémák állhatnak elő már gyerekkorban. A gerincet, ami a legjobban megviseli ez a típusú pozíció, fel kell vegyen egy olyan adott pozíciót, amely már terhelő lesz a nyaki izmokra. Ezáltal egy kicsit megereszkedik a fejnek a súlyától a nyaki rész, így egy enyhe húp alakul ki, kitüremkedés a gerincnek a nyaki részen és a hát középső részén. A vállak egy kicsit megereszkednek, ugyanis állandóan a szemünkkel rajta vagyunk a telefonon. Gondot jelent az is, hogy a gerincferdülés kezdeti stádiumban nem mindig jár fájdalommal, így sokan elhanyagolják a kezelést.